boldog születésnapot szeretnék kívánni a magam és a város lakói nevében. Hévíz legidősebb lakóját, a 104 éves Szekszárdi Józsefné Erzsi nénit köszönthettük születésnapja alkalmából otthonában. Erzsi néni egyedül él, és kisebb segítséggel, de egyedül is látja el magát. Látása és hallása ugyan már nem a régi, töretlen jókedve és pozitív szemlélete azonban mit sem fakult az évtizedek alatt. Érzékszervei gyengülését szinte hibátlan memóriával kompenzálja, minden fontos információt kívülről tud. És hogy mi a titok a vidámságon és emberszereteten túl, azt is megosztotta velünk. A béres cseppeknek tulajdonítom, mert már több mint 40 éves kezdetén fogva szedem. Akkortól függetlenül, mikor mennyit kell szedni. Azon kívül meg a jóbor. Abból is kevés, hogy meg ne ártson. Mert orvos szerint nőknek 1 decit szabad inni naponta, a férfiaknak naponta 2 decit. Ez nagyon egészséges dolog. Lelki erőforrása Erzsi néninek pedig egész életében erős hite. A hévízi templomban is éveken át szolgált sekrestyésként. Ma már ugyan templomba ritkán tud elmenni, otthonában rendszeresen imádkozik. Keresztény értékrendjének része az is, hogy a körülötte lévők mindig megbizonyosodhattak önzetlen segítőkészségéről. Végtelen, nyugodt, végtelen, szeretetteljes, mindenkinek ad úgy, hogy nem vár vissza semmit. Nem vár viszonzást. Ha látja, hogy szükség van, nem várja meg, hogy kérjenek, vagy kérjék a segítségét, ő észreveszi és ad. Erzsi néni Nagykanizsáról származik, majd Hévízen és Szegeden élt. 1967-ben férje halála után pedig ismét visszaköltözött városunkba, és itt tölti nyugdíjas éveit, ma is jókedélyűen. Meg kell egy kicsit hűteni, meg itt a csoki azt is érdemes, hogy hát igen, megyünk tönkre, ezek szerint. Ha vele gondolunk, hogy 1917-ben született, tehát gyakorlatilag 2 világháborút, egy trianont, egy, és sorolhatnám még, hogy mit végig tudott élni, és nagyon jó, korához képest nagyon jó egészségnek örvend, látogatják a rokonok, barátok, ismerősök, természetesen mi is figyelünk rá, a terüzony a szociális otthonból segítjük, amivel kell. A polgármester hozzátette, nagy öröm mindig, ha szép korút köszönhetünk a városban, fontos időseink megbecsülése, hiszen élettörténetük meghallgatásával sokat tanulhatunk is tőlük.